Egy hete vezették be az éjszakai kijárási tilalmat és a boltzárat Romániában. Azóta minden este tiltakozásokat tartanak a fővárosban. Nap mint nap ezrek gyűlnek össze, rendszerint felrúgva minden járványügyi előírást, így követelve a korlátozások eltörlését. A románok szerint ideje, hogy a kormány az emberek mentális egészségével és pénztárcájával is foglalkozzon. Az amúgy békés svájci Szent Gellen utcái már napok óta háborús övezetre hasonlítanak. A bezártságot megelégelő fiatalok kirakatokat zúztak be és kukákat gyújtottak fel, mire a hatóságok gumilövedékeket és könnygázt vetettek be ellenük, 19 rendbontót letartóztattak. Stuttgartban sokkal többen, de békésebben tiltakoztak a járványügyi intézkedések ellen. A hatalmas karneváli felvonulást egy rendszerellenes tömörülés szervezte. Elmondásuk szerint csak azt szeretnék, hogy a kormány meghallja a többség hangját. A leglátványosabban mégis azok a fiatal francia művészek tüntettek, akik félmeztelenül sorakoztak fel a Párizsi Kulturális Minisztérium előtt. Ők már egy éve nem játszhatnak, zenélhetnek, mert az összes színházat és koncerttermet bezárták.